Rengeteg adomány gyűlt össze. Honnét jött az adomány, és milyen cél szolgál? Az adománya a Zalaszengrót lakosságától, Zalaszengrót és járás lakosságától, magánemberektől, vállalkozótól jött hozzánk. Ez olyan adományozási céllal, hogy a járásba és Zalaszengrót területén élő hátrányos helyzetű, nagycsaládos, idős, egyedül élő emberek karácsonyát egy kicsit megkönnyítsük. Ugye itt van ez a vírushelyzet, az emberek elszegényedtek, nincsenek munkahelyek, megszűntek, nagyon-nagyon-nagyon sok a nélkülöző ember, gyermek, és úgy gondoltuk, hogy intézményi szinten és városi szinten is megpróbálunk könnyíteni a családok helyzetén. Mi alapján választották ki az adományozott kört? Felhasználtuk a településeken élő házi segítségnyújtásban dolgozókat, a falugondnokokat, a családsegítőket, polgármester, jegyző, mindenkit, aki tud a hátrányos helyzetű emberekről. Milyen adományok gyűltek össze? Tartós élelmiszer, nagyon sok gyűlt össze, zalaszengróti vállalkozó, említek azért néhány nevet, például Kis Anita, Szabó Balázs, nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert hozott az intézménybe, és a városi szintre is, azzal a céllal, hogy osszuk ki a rászoruló családoknak. Nagyon sok magánembertől jött hozzánk adomány, és a város is megtámogatta az adományozást egy nagyobb összeggel, amiből tartós élelmiszer lett vásárolva.